Köszöntöm nézőinket, Szépkor című magazinunkat látják. Cserna Gábor Dunaújváros megyei jogú város polgármestere még decemberben 10 nyugdíjast látogatott meg otthonában, és ajándékcsomagot és oklevelet vitt nekik. Minden dunaújvárosi nyugdíjas állampolgár postai úton kapta meg december 19-ig azt az 5000 forintos támogatást, amely a városban már csaknem 10 éve hagyomány. Szép szokás városomban, most már sokadik éve, hogy karácsony előtt minden nyugdíjas hölgy, illetve úr, 5000 forintos támogatást kap a város önkormányzatától. Szeretném is megkérdezni, meg tetszett-e kapni? Igen, köszönöm szépen, megkaptam. Vagy azt megérdezem, köszönöm szépen. Köszönöm. És engedje még meg, hogy ha mindenhol nem is tudunk eljutni néhány nyugdíjashoz, így önhoz is személyesen próbáltunk úgymond kapcsolatfelvétel által eljutni 10 helyre. És engedje meg, hogy egy ajándékosárral, illetve egy emléklappal köszöntsük Önt így évvégén, és kívánok Önnek, illetve kedves családjának, barátaiknak nagyon. Az év hátralévő részére nagyon nyugodt időszakot, erre a pár napra, és egy békés, sikeres 2018-as év. Nagyon köszönöm szépen. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Cserna Gábor, Dunaújváros megyei jogú város polgármestere a 2017-es karácsonyi ünnepek alkalmából ajándékcsomaggal lepte meg otthonában Petrás Istvánnét, a lengyel származású dunaújvárosi nyugdíjas lakost, aki az ajándék mellé járó 5000 forintos önkormányzati támogatást még az ünnepek előtt megkapta. Petrás Istvánné azonban csak egyike volt azoknak a nyugdíjas embereknek, akikhez a polgármester személyesen ellátogatott, hiszen városunk önkormányzata mintegy 10 éve támogatja a helyi szépkorúakat 5000 forinttal karácsony ünnepe előtt. Erdei Magda, Szabó Józsefné Erzsébet, Somorácz Ferencné Erzsébet, Fodor Jánosné Margit, Kifovics Magdolna, Kis Mihályné Zsuzsanna, Hegyes Imre, Fekete György, Jancsovics Istvánné, valamint a már említett Petrás Istvánné is a lakásukban fogadták a polgármestert, akitől az ajándék mellé oklevelet is kaptak. Néhányan azt is elmondták, hogy mire költötték az 5000 forintos támogatást. Kimondottan úgy nincs, hogy mire, amire szükségünk van, gyerekekre, gyógyszerre, ilyenre, mert arra elég sokat költünk, és akkor nagyon jó jön az a 5000 forint. Kimondottan nincs semmi, hogy na de direkt erre fogjuk költeni. De nagyon örülünk neki. És még egyszer köszönjük szépen. Hát az a helyzet, hogy én próbálok szinten maradni, a múltamból élek, amíg együtt voltam a férjemmel, sajnos 2010-ben itt hagyott engem meg, elhunyt, és próbálok mindig teljesíteni azt karácsonyra, amit azelőtt egy ebédet, egy kis ajándékot, de nem tudom már azt a szinten, és akkor megpróbálom majd a bevásárlást ebből az összegből, amit az államtól is, meg az önkormányzattól is kaptam, és akkor egy picivel szélesebb lesz ez az ünnepi vacsora, vagy ebéd, még nem tudom, hogy fog alakulni. Mindig élelemre költöm, vagy ajándékozásra a unokáknak, mindig ilyen dolgokra. És mennyire örülön ennek a támogatásnak? Na, nagyon örülök, én nagyon meg vagyok elégedő. Amióta csak az önkormányzatnál Fidesz van, én mindig azt támogatom, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve velük. Leginkább a szexádik is rokonok, akkor született az első unoka, aztán hát a őre, aztán de most meg már születik a másik. Úgyhogy már ezt is, ha megyek haza karácsonykor, akkor elviszem nekik, hogy most vagy december 30-án, vagy karácsonyra megszületik, mert kislány lesz, és ugye azok előbb szoktak jönni, és akkor lehet, hogy én jóba vagyok a rokonokkal, és de itt a várost én nagyon szeretem. Itt hát egész nyugdíjazásomig a MÁV-nál, mint üzemelszámoló dolgoztam a bontatási főnökségen, a férjem meg ott volt mozdonyvezető, és hát
nagyon szeretek itt lakni külön, és ezt a kis lakást is nagyon szeretem. És nagyon köszönöm, hogy meglátogattak, örülök nekik abban. Hát ezt a támogatást egyrészt, amit említettem is az előbb a polgármester úrnak, hogy szeretnénk felújítani a fürdőszobát, tehát egy kátcserét, akkor kellene meg kellene csinálnunk a tető szigetelését. Hát de nem csak a szigetelését, hanem akkor már a nyilászárókat is kellene, de hát az majd még a jövő zenéje, mert az már kicsit több pénz lesz. De remélem, hogy ezeket meg tudjuk oldani. És mennyire örülnek ennek a támogatásnak? Hát örülünk neki, nagyon örülünk neki. Egyébként a maga a 5000 forintos támogatásnak is, akkor a vásárlási utalványoknak is. Végül is, igen, ez nagyon nagy segítség. Gondolom nem csak nekünk, hanem a többi nyugdíjasnak is. Nagyon-nagyon jól esett, nagyon-nagyon vártuk, tavaly is, meg most is. Nagyon jól esett az államtól, amit kaptunk, vagy a kormánytól a 10 000 forint is, ugye azt is, és hát itt a Spárba élelmiszerre költöttük. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk itt is a Dunaújvárosi polgármesternek is, mert hát vagy a Dunaújvárosi polgármesteri hivatalnak, mert nagyon-nagyon vártuk, és nagyon örültünk, és itt a Lépcsőházba rengeteg nyugdíjas van, és azokkal is, ahogy beszéltem, mindenki nagyon várta. Nagyon tetszik, és én már pár alkalmával már kaptam, és elköltöttem az első élelmiszerre vettem. Hát, és olyan polgármester tényleg nem is volt Dunaújvárosban, mint én. És nagyon nekem tetszik, minden megcsinálja, meg, amit megígéri. Amit én hallottam, akkor nekik is nagyon jó esik, igen. Hogy a Cserna Gábor mindenkiről gondol. Nem csak a kicsik úr, hanem nagyobbikról is. Cserna Gábor városunk polgármestere beszámolt a kezdeményezésről, valamint a további tervekről is. 2006 és 10 között a város humán ügyekért felelős alpolgármestereként dolgoztam, és akkor már volt olyan állapotban a város költségvetése, hogy úgy gondoltuk, hogyha egyébben többször nem is, de legfontosabb, legszentebb ünnepünk a karácsony elő, megpróbálom minden aktív nyugdíjas korút a városban alanyi jogom, mert mindenkire vonatkozik, 5000 forintos nettó támogatásban részesíteni, hogy egész pontosan, hogy a kérdésre válaszolja 2008 óta, tehát 9. éve zajlik. Várják is, megszólítanak az utcán nagyon sokan. Reményünk szerint a költségvetés jelenlegi állása alapján jövő évben meg tudjuk ismételni még kétszer, tehát jövő évben húsvétot megelőzőleg, valamint ugyanígy karácsonykor. A polgármester továbbá azt is elmondta, hogy pontosan hány fő részesült 2017-ben a támogatásban Dunaújvárosban, valamint hogy ez mekkora összeget jelentette az önkormányzatnak. Az idei évben ugye a nyugdíjfolyósító adataival tudunk dolgozni, ezek november 30-áig lezárt adatok. Magyarul, aki később ment el aktív nyugdíjba, december hónapban sajnos nem részesül, de külön kérelemre, amelyet ugye benyújthat a hivatalba, ez nyilvánvalóan megoldható. Gyakorlatilag több mint 11 000 nyugdíjasról beszélünk, és 56 millió forint a város költségvetésében egy alkalom egy ilyen támogatás összege. Dunaújváros vezetői és Cserna Gábor polgármester kiemelt figyelmet fordít a városban élő szépkorú nyugdíjas polgárokra. Az idős emberek iránt érzett tisztelet jele a személyes látogatás és az ajándék is. Az érintettek még 2017. december 19-éig megkapták postai úton az önkormányzat 5000 forintos támogatását. Az Interciza Múzeum az Emere Újváros drogambulanciával közösen egy retro disznótort szervez, és ehhez kapcsolódóan február 1-ig tárgyi emlékeket várnak a régi dunapentelei disznótorokról. A részleteket Balogh Pál Géza, az Interciza Múzeum néprajzos muzeológusa mondja most el. Az Újvárosi drogambulanciával lesz egy közös programunk, amin a múzeum az egy egész délelőttös múzeumpedagógiai foglalkozás sorozattal fog részt venni, aminek a középpontjában ez a disznótoros téma lesz, illetve a népi táplálkozás.
Ugyanakkor ezzel a disznótoros tárgyakkal, visszaemlékezésekkel kapcsolatban elég nagy hiányokat szenved a múzeum. A tárgyak közül némelyit látható a kiállításban, de az relatíve kevés, és igazából jó visszaemlékezésünk vagy fotóanyagunk nincsen erről a témáról. Úgyhogy ennek kapcsán egy gyűjtési felhívással fordultunk Dunaújváros fele, amiben egyrészt tehát visszaemlékezéseket várunk, tehát leírásokat régi disznótorokról, disznótorokhoz kapcsolódó történeteket, anekdotákat. Másrészt fényképanyagot is nagyon szívesen fogadunk, ezeket lehetőség szerint a szereplők neveivel, minél pontosabb dátumozással ellátva, illetve további tárgyakat is nagyon szívesen fogadunk, mivel abból is csak egy-egy példány van, tehát nem tudunk sajnos egy teljes disznótoros tárgysorozatot kiállítani egyelőre, ezt a hiányt igyekezzük pótolni. A beérkezett gyűjtéseket azokat egészen február 1-jéig várjuk, a legjobb gyűjtéseket azokat könyvjutalomban is tudjuk részesíteni, és el lehet juttatni akár postai úton, akár személyesen a múzeumnak a címére, tehát a Városháza tér 4 címre, illetve a honlapon is fönn van az én e-mail címem is, és arra is nagyon szeretettel várunk akár begépelt visszaemlékezéseket, beszkennelt fotókat is. Mozgásszegény életmód, túlsúly és helytelen táplálkozás. Főként ezek járulnak hozzá az időskori mozgásszervi megbetegedések kialakulásához. Dr. Srobár Hajnalkával, a Szent Pantaleon Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályfőorvosával beszélgettünk. Ezek a felvételek a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézetének 5. emeletén készültek, ahol, ahogyan a képeken is jól látszik, csontsűrűségmérés zajlik. Köszönhetően a korábban vásárolt több millió forint értékű Dexta-gépnek, amellyel a teljes test csontsűrűségének és ásványi anyagtartalmának, valamint a zsír, illetve lágyszövet tömegének és arányának vizsgálatát végzik. A vizsgálat teljesen fájdalommentes, csupán rövid ideig kell mozdulatlanul maradni, és az eredménye már akkor figyelmeztet a csontritkulás veszélyére, mielőtt az komoly panaszokat okozna. Így a megfelelő orvosi kezelés időben a súlyosabb problémák kialakulása előtt megkezdhető. A csontritkulás főként a nőket érinti, és ez az egyik leggyakoribb időskori mozgásszervi megbetegedés. Az ízületeink, a porc, az izomzat, a csontrendszerünk öregedésével számos időskori mozgásszervi betegség kialakulhat. Hát a leggyakoribbak azok természetesen a nagy ízületeknek a betegségei. A térdízület, a csípőízület, a váll, a kéz kis ízületeinek a megbetegedése, ezeknél is a polcbetegség elsősorban. A gerincnél ott a meszesebések, amik mozgásszervi betegségeket hoznak. És hát mi nők van menopauzával, mindig megnyerjük a csontritkulást is. Ami azért érdekes, mert nem fáj, tehát szép lassan ki tud alakulni. Az időskorban az egyensúlyzavarokkal nagyon sokszor jönnek sajnos elesések, és az elesésekből adódóan elég gyakoriak a csípőtáji törések, combcsont törései különféle helyeken, és bár manapság már nem csak az időskort érinti, de azért az idősek között lényegesen gyakrabban alakulnak ki agyi érkatasztrófák, stroke, ami féloldali bénulásokat, sok más egyéb tünet mellett, tehát elsősorban mozgásszervi hátrányokat hoz. Ezek a leggyakoribbak. Most az ízületi betegségeknél az ízületi polcnak az a finom, sima, üvegszerű felülete a korral fölrostozódik, nem regenerálódik jól, kis töredezések, fölrostozódások alakulnak ki, és ennél fogva nem csúszik a két felület egymáson olyan finoman és gond nélkül. Ez pedig fájdalmat okoz az idős embereknek. A fájdalom miatt egyre kevésbé mozognak, kevesebbet járkálnak a fájdalmas ízületen, így aztán az ízülethez kapcsolódó izmok megvékonyodnak, még nehezebbé válik a fölállásjárás, és hát ez nagyon sok egyéb szövődményt is hoz magával. A csontitkulás pedig nagyon lassan, de tünetmentesen mindig kialakul a kor előre haladtával.
olyan törések is kialakulhatnak egy előre haladott csontritkulásnál, ami egészen kis erőbehatással jön létre, tehát egy szomcsonttörés, egy csigolyának az összeroppanása, ami aztán onnan már elég nagy fájdalommal jár. Az időskori ízületi betegségeket illetően rengetegféle kezelési eljárás létezik annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozottság elkerülhető legyen. A Szent Pantaleon Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályán többek között mozgás és gyógyfürdő terápia is rendelkezésükre állnak a betegeknek. Hát az első jel az mindig a fájdalom, ami a beteget orvoshoz viszi, és tulajdonképpen jó is, hogy orvoshoz viszi, mert azért a szokásos, gyakori ízületi betegségek mellett más egyéb betegségek is érinthetik az ízületeket, és ezt mindig jó azért tudni, hogy most éppen mivel állunk szembe. Ha csak az időskori ízületi betegségekről van szó, akkor fájdalomcsillapítóval, mozgásterápiával, fizikoterápiával, gyógyfürdőkúrával, sok egyéb kezelő eljárással azért el lehet érni, hogy az ízületi mozgás terjedelem az megmaradjon, ne jöjjön létre mozgáskorlátozottság. Dr. Srobár Hajnalka azt mondta, mozgással, a megfelelő testsúly elérésével, a kalcium bevitelével és a helyes táplálkozással befolyásolhatók azok a tényezők, amelyek a mozgásszervi megbetegedések kialakulásában döntő szerepet játszanak. Városunk kórházában leginkább derékfájdalmakkal fordulnak gyakran orvoshoz. Itt is hasonló a helyzet, itt is elsősorban ezek a nagyízületi betegségek fordulnak elő. Talán ami még érdekes, hogy egy kicsit inkább a fiatalabb korosztályt érinti, de a táplálkozás napoknak a 90%-át a derékfájdalmak, a derékpanaszok teszik ki. Fiatalabb korban inkább a deréktáji pockorongsérv, izomfájdalmak hozzák orvoshoz a beteget. Hát vannak olyan tényezők, amik befolyásolhatók, meg hát sajnos van olyan, ami nem. Az időskorban az egyik legnagyobb probléma az a mozgásszegény életmód. Ebben azért elég nagy jelentősége van, vagy szerepe van a túlsúlynak, a táplálkozásnak. Nem mindegy, hogy az ízületeink milyen testsúlyt cipelnek. Főleg a teherviselő ízületek, a térd, a csípő, ami legelőször jelzi a túlsúlyt. Ez az egyik fő probléma. A másik pedig hát a táplálék összetétele, a kalcium bevitel, amire külön gondot kell fordítani időskorban, hogy a csontritkulás szempontjából fontos, hogy megfelelő mennyiségű tejterméket tegyünk. Illetve hát nagyon sok más vonzata van, a nagy húsfogyasztás a köszvény kialakulásában játszik szerepet, tehát egészséges táplálkozással, megfelelő mozgással, amit lehet meg tudunk tenni azért az ízületeinkért. Fontos, hogy ha nem is egy megerőltető mozgás, de legalább egy kis sétát minden nap az idősek is tegyenek. Ilyen például az Egészségfejlesztési Iroda által szervezett úgynevezett Nordic Walking, magyarul skandináv gyaloglás, amelynek lényege, hogy egy pár speciális bot segítségével hatékonyan fejleszthető a mozgás koordináció. De gerinctornára is lehetőségük van idősebbeknek és fiatalabbaknak egyaránt. A tornák pontos időpontjáról a www.pantaleon.hu/EFI oldalon tájékozódhatnak. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!